Akkor jó estét kívánok még egyszer, remélem a technika a barátom lesz ezen az estén, nem csak önök. Kuzmány István vagyok, az Új Ember és a Magyar Kurír főszerkesztője. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntsek ma itt Esztergomban, a Szent Adalbert központban, de engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében szeretettel köszöntsem körünkben Zsuffa Tünde írót, aki a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus sajtófőnöke. Akkor Szikora Róbert előadóművészt, énekest. És Böjte Csaba Ferenchez. Ha megengedik, akkor én helyet foglalok, és akkor bele is vágunk a közepébe. Ugye mindannyian tudjuk azt, de azért jó emlékezni rá, illetve büszkék vagyunk arra, hogy Esztergomban is elindul egy ilyen beszélgetés sorozat itt a Szent Adalbert központban. Ezeknek a címét pont a városról neveztük el, hogy esztergomi beszélgetések. Ugye azért jöttünk össze, hogy együtt készüljünk, illetve a meghívottakkal beszélgessünk Istenről, hitről, virágról, és így készüljünk együtt a szeptember 13-a és 20-a között Budapesten helytadó, illetve a főegyházmegyénk ad otthont a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak. Belevágunk. Amikor idejöttem autóval, akkor óhatatlanul elém tolultak az emlékeim, ezért elnézést is kérek a beszélgető partnereimtől. Ugye én itt ide jártam iskolába, az Esztergomi Ferences Gimnáziumban végeztem, és az első ferences, aki eszembe jutott, az Ignác testvér, Ignác atya volt, biztos a jelenlévők közül sokan ismerhettétek, vagy ismerték őt. Ő egy igen-igen mosolygós ember volt, életének a nagy részét, amikor én ide jártam, a gyóntatószékben töltötte, és azt tudom mondani, hogy rajta keresztül tudtam először tudatosan megtapasztalni azt, hogy valóban mit jelent az, hogy Isten nekem megbocsájt. És mind a mai napig, amikor ha elmegyek gyónni, ez az alap élményem, hogy Ignác atya megmutatta számomra azt, hogy valóban Isten nekem megbocsájt, és mindig még a gyóntatószékben is mosolygott rám. Az első kérdésem a jelenlévőkhöz, és akkor Csaba testvérrel kezdenénk a szabad. Mit jelent Csaba testvér életedbe, és majd a többiek életébe is az Isten hit? Mennyire meghatározó ebben azok az emberek, akiket családtagokként ismerünk, illetve más olyan emberek, akik az életünk útjain melléink szegődnek, vagy mi hozzájuk? Én is mindenkit nagyon szeretettel köszöntök. Papok, ritkán szoktunk ülve beszélni. De fel is állhatok. Hát a Teremtő Isten, sokszor mondtam a gyerekeknek, hogyha nekem most azt mondaná az érsek atya, hogy na fiam, te eleget etted itt Erdélyben a levegőt, vagy szívtad a levegőt, elküldnek Afrikába, misszióba, vagy valamerre. Na de még van egy mondatod, amit elmondhatsz a gyerekeknek. Akkor azt csinálnám, bevinném a gyerekeket templomba, tabernákulum elé, és elmondanám, gyerekek, itt az én legjobb barátom. Valósítottam, azt én igazából a Jóistennek köszönhetem. Ő az én legjobb barátom, társam, álmom, nagyon fontos számomra. Jézus, nézd, ezek a gyerekek, akiket rám bíztál, most én el kell menjek éppen Afrikába. Na, puszillak, érezzétek jól magatokat, beszélgessetek, szeressétek egymást, én elmentem. Én azt gondolom, hogy igen. Számomra Jézus Krisztus Szent Háromság egész gondolkodásomnak, világnézetemnek a központja. Mert hogyha van Isten, akkor azt kell mondanunk, Isten selejtet nem teremt. Tehát az a kis utcagyerek, az Isten csodája, és mindjárt nevelhető. Ha van Isten, akkor lehetetlen feladatot nem bíznak rám, tehát már pedig ezt a gyereket veszdből, a kollégából a jót kiszeretni, hát ez fog benni, mert Isten lehetetlen feladatokat nem bíz ránk. És így tovább. Ha van Isten, akkor
minden egyszerű, minden világos, minden látható, minden ragyogó és szép. Hát, hogyha nincs Isten, akkor nagy bajba vagyunk. Ha van Isten, és főleg ez az Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, Szent Háromság, szeretett közösség, ahova mindannyian meghívást kaptunk, mert igazából a kereszténységnek ez a lényege, utazása semmiből a végtelen felé. Hát akkor marha izgalmas buli ez az élet, nem? Tehát, hogy igen, engem a marék porból született lényt, a mennyei Atya, Szent Háromság meghívott, hogy gyere, büklögj fej, valahogy mászkáljál, fogjuk a kezedet, vezetünk, gyere, ülj velünk egy asztalhoz, a mennyei lakomán. Atyám házában sok hely van, ha nem így lenne, megmondta volna nekünk, ugye Jézus Krisztus. Döbbenetes, nem? Hát ha Isten van, akkor tényleg nagyon-nagyon izgalmas ez az élet. Én pedig hiszem, hogy van, és hát ezért én kíváncsi vagyok Tündének a véleményére. De ott a szikora. Nem, Tündike. De a kakuszbányi minek jött? Szerintem a hit fogalma és az Isten fogalmának az én életemben való definiálása az abszolút megfoghatatlan, és mivel ez egy kötetlen beszélgetés, tehát hadd éljek egy olyan hasonlattal, hogy mi nők mindig elégedetlenek vagyunk. Tehát elégedetlenek vagyunk a ruhatárunkkal, az alakunkkal, a kapcsolatainkkal, a barátainkkal, tehát hogy mi mindig mindenben valami negatívot látunk, vagy azt gondoljuk, hogy ezt tökéletesíteni lehet. Hogy miért mondom ezt? Mert az én életemben mindig csak utólag derült ki, vagy utólag jöttem rá arra, hogy bizonyos élethelyzeteket, kemény élethelyzeteket, azt valójában a hit erejével éltem túl. Én egy egyszerű falusi lány vagyok, keresztény családban nőttem fel, ott a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor még ott a faluban még büntették azt, hogyha templomba jártunk és minisztrálni, mindig én feleltem történelem órán. Nagyon sokszor hallottam azt a történelem tanár szájából, hogy ha nem tudtam egy választ, hogy na Zsufa Tünde, most hívd az Istent. És nekem az életem elején a hit és az Isten az a hátrányt jelentette, a kirekesztettséget jelentette. Azt, hogy a szüleim nem engedték, hogy úttörő legyek, nem engedték, hogy őrsi foglalkozásra járjak. És mi nem a szovjet himnuszt tanultuk meg, hanem a Hiszek egyet, meg a Boldog asszony anyánkat énekeltük. És mondom, pontosan azért, mert ilyen megbélyegzett gyerekkorom volt ott Puszta Szabolcson, ezért én nem éreztem azt, hogy hiszek az Istenbe. Tehát nekem az egy kötelesség volt, hogy elmenjek a hittanórára, és ott üljek a Szent Misén. Aztán, amikor jöttek az életemben a nehézségek, hogy kamaszkoromban a szó szerint a halállal néztem szemben egy súlyos betegség során, aztán a sok-sok szenvedés, amikor valójában mindenre és mindenkire haragudtam, és még a testemet is gyűlöltem amiatt, hogy annyi szenvedésen megyek keresztül. Aztán jöttek a további nehézségek. Jött a rosszul sikerült házasságom, azt, hogy a gyerekemet egyedül neveltem fel. És képzeljék el, hogy utólag jöttem rá, hogy az, amit József Attila mond egy versében, hogy valójában ő megkerülte az egész világot, és az Isten mindig ott állt a háta mögött. Tehát ilyen volt az én életem, hogy most jelen pillanatban nem tudom megmondani, hogy mekkora a hitem, és hogy milyen az Isten képem. Nem érzem, nem látom, de arról tudok beszélni, hogy az, amikor valaki mondjuk az alkoholhoz gyúl, az, amikor valaki pszichológushoz jár,
vagy gyógyszert szed, vagy kábítószerhez, vagy tudatmódosításhoz. És akkor, amikor én a legeslegjobban veszekedtem az Istennel, és rácsaptam a keresztre, tudom, hogy akkor állt ott mögöttem. Akkor ölelt át engem, és hogy számomra ez a legnagyobb krédó, hogy valaki őszintén megmeri vallani a gyengeségeit, a bukásait, a kétségbeesését, a kételkedését, de ezt azért lehet felvállalni, mert tudom, hogy van egy erő mellettem, és tudom, hogy valaki mindig imádkozik, értem, helyettem és velem, és valaki itt él bent a szívemben, csak soha nem a jelenben érzem, a jelenben látom, és ott zárjam a gondolatot, visszakanyarodva a női mi voltomhoz, hányszor megértem azt, hogy ott álltam a tükör előtt, és azt mondtam, hogy te jóságoség, hogy nézek ki? Már megint hisztam. Már megint milyen ez a ruha rajtam. És amikor évekkel később visszanézem a fotókat, akkor azt mondom, hogy te jó ég, te jó lenne, hogy olyan jól néznék ki, mint akkor, amikor elégedetlen voltam. Azt hiszem, értik, hogy miről beszélek. Szikora Robihoz egy kérdés akkor, hogy hogyan éli ezt meg egy előadó művész, aki jelen van ott a Hungáriában, aztán az Ergóban, egyénileg is előadó művészi, énekesi pályafutást tudhatsz magadénak, és aktív vagy most is. Hogyan tudja egyáltalán megőrizni a hitét egy előadó művész? Köszönöm. Próbálj meg oda beszélni. Egy-egy. Akkor is fölveszem, mert különben ülök. Nem lát senki. Így mindenki lát, igaz? Mennyivel jobb ez? Akkor én előrébb kezdeném az egészet, mert azért rólam nehezebb elképzelni, hogy én egy hívővallásos gyerek vagyok. Rákospalota, az egy kerület Budapesten, és ott az édesanyám annyira imádkozott december 15-én, 1953-ban, hogy szülessek már meg, hogy ne kelljen disznóvágáson otthon maradni. Vér, meg ilyen izé. És én akkor is szófogadó voltam, és megszülettem. Kint esett a hó, nagyon szép volt, és akkor anyukámnak így most már teljesítettem valamit, és akkor a nagymamám, aki egy nagyon rendes, csökkönyös, ilyen félig tót, félig magyar asszony volt, tudta, hogy minél előbb meg kéne engem keresztelni, azért, hogy az ávósok ugye húsvétkor ott, hát figyelik, hogy Fidel Castro van, szóval. És 5 nap után, miután a édesanyámat a MÁV kórházból elküldték, egyből taxival mentünk a Rákospalotai Jézus Szíve templomba, és megkereszteltek, és ilyen alapon csak 5 napot töltöttem Jézus Krisztus nélkül ezen a világon. És aztán van egy tanult kollégám, egy énekes, úgy hívják, hogy Cliff Richard, ő azt mondta, hogy attól, hogy valaki lóistállóba születik, nem biztos, hogy ló lesz. Én egy keresztény családban születtem, de ott aztán minden volt. Nyilván csak egy pici információ, hogy lelőtték minden keresztapámat, nagyapámat, ükapámat, első-második világháborúban annyi halottunk volt, és ebből kifolyólag a nagymamám, meg a dédnagymamám ilyen látnokokhoz járt. Sőt, nem csak látnokok voltak, hanem oda minden héten egyszer mentünk ilyen gömbökhöz. És akkor mindent látott a Vilma. Vilma mindent látott. És aztán utána minden héten volt asztaltáncoltatás, meg ilyen marhaságok. És ebből ki kellett gyógyulnom. És akkor ezt, én még nem tudtam, hogy ezt valahogy a Jóisten nem nagyon szereti. Tehát a Jóisten egyszer azt mondta, hogy féltékeny Isten vagyok. Ha valami problémád van, hozzám gyere. De ezt egy rákospalotai tudatlan gyerek ezt nem nagyon tudja, még akkor is a hittanra jár, és úgyhogy eltelt egy csomó év, de csak hagyd mondjak valamit, így most csapong bennem minden, hogy gyerekkoromban pontosan tudtam, hogy tehát jól éreztem, hogy van Isten, hiába mondták, hogy van, de tudtam, hogy ez egy személy, ő egy személy, és nem nagyon vezettek rá erre, de tudtam, hogy
hogy Isten az egy személy, az egy olyasmi, mint én. Csak fönt van, nagyon erős és nagyon szeret. Tehát ezeket az alaptoposzokat, ezeket tudtam. És sokáig olyan könnyű volt imádkozni Istenhez. Olyan közel éreztem magam, és ahogy nőttem, és ahogy idősebb lettem, ez elveszett ez a tudás bennem. Tehát, hogy gyerekkoromban, tínédzserkoromban nem hittem, hanem tudtam, hogy van Isten. Tudtam, hogy itt van, hol van, megszólíthatom bármikor. És valahogy, mikor már 20 éves lettem, ez úgy elfogyott. Tehát beleragadtam a földbe, az anyagba. És most már nem akarok sokáig beszélni, de most a hitről van szó, hogy ebből a sok dologból meg kellett térnem. Ezt senki nem mondta, de én gondoltam, hogy ez így nem mehet. És aztán 1972-ben Siófokon 40 fok meleg volt, és azokat a napokat éltett a zenész, hogy van egy koncert, és utána házi bulik vannak, és nem tudod, hogy hol ébredsz fel, és egyáltalán mi van veled, hogy milyen nap van. És elmentem Siófokon a templom előtt, nagy templom előtt, és így beugrott az, hogy itt mindig hideg van. A templomban hideg van, akkor menjünk be. És bementem a templomba, és úgy letérdeltem, és néztem a szobrokat, de csak olyan, mint egy ilyen elegáns kívülálló. És akkor letérdeltetett engem a Szentlélek, és elkezdtem gyónni magamnak, vagy a Jóistennek, mert nem volt senki más. De a tömjének az illat, ami a falakból és a térdeplőből kijött, és a képek arra engedtek, hogy csukd be szemed, Robi, és mondjad, hogy mi van. És semmi más nem tudtam csinálni, csak azt mondtam, hogy köszönöm, ne haragudj. És most többet nem tudok mondani. Ez volt a megtérésem. Innentől kezdve már majdnem mindig meg kellett térnem. Mert tudjátok, hogy a kocsival mész egyenesen, akkor is mindig meg kell térned, vagy fordítani a kormányt. Ennyit szeretnék mondani. Csaba testvér. Nagyon sok helyzettel találkoztál már életedben. Ugye az egyik fő hivatásod, hogy emberi életeket, gyermekeket mentesz meg. Volt-e az életedben olyan szakasz, hogy ugye egymás között vagyunk, tehát ezért merek így fogalmazni, hogy azt mondtad magadban, hogy hát basszus Istenem, ezt nem akarhatod tőlem. Hát nagyon sok nehéz gond van. Ugye eukarisztikus találkozóra készülünk. December 1-én Romániában nemzet ünnep. Oda jön hozzám egy ilyen kölyök, és azt mondja, Csaba testvér, ma mit ünnepelünk? Na mi nem megyünk iskolába? Hát én tudom, hogy azt ünnepeljük, hogy Erdély egyesült Ó-Romániával. Na, de hát erről nem akarok én beszélni. Erre oda jön egy nagyobb fiú, és azt mondja, ezt mi nem most ünnepeljük, mi ezt július 4-én ünnepeljük. Hát mondom, azt se ünnepeljük. Na, és akkor, hát ez egy helyzet. És én ott a gyereknek próbáltam elmondani, hogy nézd, igazából te a szüleid elválásának a napját megünnepled? És azt mondta, nem. És mondom, ha kibékülnének, azt megünnepelnéd? Azt mondta, az piros betűs ünnep lenne a naptárban. És akkor elmondtam a gyerekeknek, hogy annak idején Árpád vezérnek volt egy szép álma, hogy együtt, közösen tündérkertét tudjuk tenni Kárpát-medencét. És az itt élő avarok, szlávok, talán mi székelyek, legyen ez a történészek dolga, hát mertek vérszerződést kötni. És igazából hosszú évszázadokon keresztül békében, jó testvérekként éltek. Ugye szóval Szent László király, Erdély védőszentje, hát ő úgy gondolta, hogy amikor ugye kunok bejöttek, ő Horvátországban volt, de elment, hogy fogadja a hivatlan vendégeket, le is győzte kunokat, és akkor a katonái kezdték ugye egy fejjel megrövidíteni a legyőzött ellenséget, akkor mondta, ne bántsátok, hívunk papokat, tanítsák őket, letelepítsük, békében együtt építsük ezt az országot, van itt hely bőven, háborúban együtt fogunk megvédeni.
És milyen döbbenetes, ma vannak olyan jó magyar emberek, akik azt mondják, ők az ők ősei, Szent László kunyai. Igen. Tehát hosszú évszázadokig megvolt ez a befogadlak, összetartozunk. Én Szászvároson vagyok plébános, és nemrég egy esztergomi herceg primásnak állítottak a románok szobrot. És a szó szerint igaz, persze ők úgy mondják, hogy Nikolaus Olausnak állítottak szobrot, aki Mátyás király idejében egy nagy humanista volt, mellékesen esztergomi hercegprimás. Szászvárosi román embert ajándék volt, áldás volt a, hát a akkori Kárpát-medence népének. És lehetne folytatni tovább, például a románok mai napig úgy mondják, hogy a Pálie de Oresti, egy szászvárosi nyomtatvány, az az ős nyomtatványuk, az az első nyomtatott román írásos nyelvemlék. Nem erős szoktak faksimiliát közvetíteni róla, mert, hogy mondjam, a fejedelemség nyomdájába nyomtatták magyar ékezetes betűkkel. Na, oda-vissza, akkor még tudtunk egy csapatba játszani. Valahogy ez az álom Trianon tájékán megfakult, összetört. És akkor úgy érezték a népek, hogy külön-külön talán jobb lesz. És én azt mondtam, hogy igazából a bíboros úrnak, ugye anyánk az egyház meghirdette ezt a nagy találkozót, pont 100 évvel Trianon után. Tehát ennél frappánsabban, hogy mondjam, nem lehet megemlékezni az akkori eseményekről. És meghívtak mindenkit. Bíboros úr elküldte román püspökkari konferenciához is a, hát a püspöktársát, hogy hívja meg őket, de Felvidékre is, Vajdaságba is, mindenhova, Horvátországba is. És hát most én is meghívom önöket. Úgy van, hogy a román húsvét egy héttel később van, mint a miénk, és Emmaus napján, tehát április 13-án, mi Dévától nem messze Vajdahunyadi kastélyban lesz egy, hát egy szép imádság, ott van egy olyan templom, gótikus, csodaszép templom, ahol annak idején Kapisztráni János is imádkozott, Hunyadi Jánosnak szentmisét mutatott be. Na onnan gyalog elmennénk, hát egy román ortodox kolostorhoz, ahova 18 kilométerre van, és gondoltuk, hogy meghívjuk a román testvéreket, hogy legalább egy vonattal jöjjenek el az eukarisztikus találkozóra ők is, hát hogy engesztelődjünk ki ez a 100 évvel ezelőtti dolgokat, merjük valamilyen módon félretenni, és üljünk le egy asztalhoz. És ugyanúgy szeretnék én Felvidékre és Vajdaságba is elmenni, hogy meghívjuk az ottani testvéreket is. Milyen jó lenne, hogy egy pár év múlva Erdő Péter bíboros úr kapna egy béke Nobel-díjat, hogy igen, elindított egy folyamatot Kárpát-medencébe a kiengesztelődés útján. És valaki mondhatja nekem azt, hogy naív vagyok, meg hogy miket gondolok, ez nem így működik, de legyünk őszinték, nem tudom mennyire ismerős ez a tény, hogy 1848-49-ben hát bizony nagy feszültség volt egy vesztett polgárháború után, hogy el tudjuk képzelni, hogy mi lehetett az emberek szívében, nem? És ugyancsak így egy esztergomi hercegprimás, az akkori, 1854-55-ben kitalálta, hogy menjünk el Máriacellbe gyalog. Hát egyébben nem erős volt, amivel menni akkor, és egy bűnbánati zarándok úton elmentek. És ugye korabeli feljegyzések szerint, mikor Ferenc József ezt meghallotta, hogy több hát közel 20 000 magyar itt zászlókkal, meg ki tudja egyébben mivel elindult Bécs felé, hát hogy mondjam, kicsit izgatott lett, kirendelte a belügyes alakulatait az útszélire, de mikor az emberek látták, hogy ezek rózsafűzért mondanak, hogy imádkoznak, hogy énekelnek, hogy jönnek a mi drága, ugye, osztrákok nagyasszonyához, a Máriacelli szüzanyához, hát akkor hoztak virágot, gyümölcsöt, süteményt, és egy diadalmenet lett belőle. És ugye ottan Máriacellbe
osztrák főpapok, magyar főpapok, hívek együtt, közösen egy szentmisét bemutattak. Ferenc József kirúgta belügyminiszterét, és elindult egy párbeszéd, amiből kijött egy, kinőtt egy kiegyezés, és legyünk őszinték, ez nagyon jól sikerült, mert ugye Kárpát-medencének legtöbb főterét igazából a kiegyezés utáni, hát hogy mondjam, épületek, templomok fémjelzik, nem? Tehát én hiszem azt, hogy nem valahol mögöttünk van az aranykor, hanem előttünk. És azt gondolom, hogy igen, a gyerekek tesznek fel kérdéseket, de arra biztos, hogy van valami jó válasz. És azt gondolom, hogy valahogy ezeket a válaszokat kell megkapjuk, és erre a válaszokra kell valahogy felnőjünk. Mert én nem hiszem, hogy olyan Isten van az égbe, aki olyan házi feladatot tud adni bárkinek közülünk, amire ne lenne jó megoldás. És úgy gondolom, most a 21. század Kárpát-medence népeinek talán ez a legnagyobb feladata, hogy megtalálja a párbeszéd, a kiengesztelődés útját, mert én nem tudnék egyetlen olyan dolgot mondani, amit akár mi magyarok, vagy a románok, vagy a szerbek, vagy szlovákok, vagy ukránok, vagy ruszinok, vagy bárki külön-külön jobban meg tudna oldani, mint együtt párbeszéd asztalánál. És itt nem a határok mozgatásáról beszélek, hanem arról, hogy tudjunk egymásnak örvendeni, tudjunk egymástól tanulni, csodálkozzunk egymásra rá. A mi gyerekeink között ugye, hát sok az ilyen koprodukciós gyerek, apuka innen, anyuka onnan, hát hogy mondjam, na, az utca kutyának, az utcáról jövő kutyáknak a pedigréje, hát az most milyen? Na hát én most ebben nem mennék belé, de én azt szoktam mondogatni a gyerekeknek, te előtted, hogy a szekér előtt van két ló, üsd mind a kettőt, haladjon, egyiket se kell fejbe verni, nem? Merjük vállalni a múltunkat. Ezt a színes, tarka, hogy mondjam, genetikát, amivel minket itt Kelet-Európába megajándékozott a történelem. És merjük egymást jó testvéreinknek nézni, és merjük egymás kezét megfogni. Igen, mindig van jó megoldás, adja az Isten, hogy legyen is bátorságunk ezt a megoldást tényleg vállalni. És adja az Isten, hogy Ferenc pápa is megértse azt, hogy mekkora történelmi esély van most a kiengesztelődésre 2020. szeptemberére, és fogja magát, és jöjjön el közénk, nem? És mondtam a gyerekeknek, hogy én azért imádkozok, hogy se december 1-én, se július 4-én ne ünnepeljünk, hanem majd ezek halványodjanak szépen el a történelembe. És majd szeptember 13-át vagy 20-át, na az legyen egy pirosbetűs ünnep, amit mindannyian közösen szeretettel meg tudunk ünnepelni. Itt gyors információ, mint hírportál szerkesztő, nem bírom ki, hogy ne mondjam el. Egyfelől a bíboros atya, mielőtt elindultam, pont akkor telefonált Rómából, és épp akkor tettük ki a Magyar Kurírra azt a hírt, hogy ma találkozott Ferenc pápával, és megerősítette ezt a meghívást. Úgyhogy reményünk mindenképp van rá, és szerintem imádkozzunk együtt a főpásztorunkkal, hogy valóban Ferenc pápa el tudjon jönni az eukarisztikus kongresszusra Budapestre. A másik ugyancsak a bíboros atyához köthető, hát ugye itt az esztergomiak bátran kiúszhatják magukat, hiszen az esztergomi bazilika adott otthont hosszú éveken keresztül az Ozsvári Csaba által készített gyönyörű szép missziós keresztnek, ami még most is vándorúton van a kongresszus elejéig. És a bíboros atyának az egyik szándéka, amiről lehet, hogy kevésbé hallottunk, az az, hogy ezen a kereszten nem csak magyar boldogok és szenteknek vannak az ereklyéi, hanem ezekben a pillanatokban is zajlik az a diplomáciai hadművelet, ha szabad így fogalmaznom, hogy pont a romániai görög katolikus egyház is az ott nemrégen boldoggá avatott püspököknek az ereklyéit is megküldje, és csatlakozzanak ezek az ereklyék ezen a kereszten, így szépen a Kárpát-medencéből, hogy azt a kiengesztelődést, amiről Csaba testvér is az imént beszélt, az valóban megtörténjen. De hogyha a történelem lapjain megyünk tovább, és ha már lapok, akkor fellapozzuk Zsuffa Tündének a könyveit, akkor azt láthatjuk, hogy
akár világháborúknál vagyunk jelen, Budán, a Szikla Kórházban, a Vár Gyomrában, legutóbb, ha jól emlékszem, akkor Bécsben egy egész szép kis kémtörténetbe csöppenhetünk bele, ha kinyitjuk a könyveidet. Miért választottad pont ezeket a történelmi helyzeteket? Mire szeretnéd rávezetni az olvasókat? Mint említettem, egy olyan családból származom, ahol a hitnek, a küzdelemnek, a bátorságnak és az őszinteségnek nagyon-nagyon komoly súlya volt. Még akkor is, hogyha én mindig Jónásként viselkedtem, és mindenhova menni akartam, csak éppen oda nem, ahova kellett volna, tehát Ninivébe. Engem nem egyszer hány ki a Cethal, hanem többször, de akkor is megmutattam, hogy én vagyok az erősebb. És amikor kiderült, hogy mégsem, tehát nincs más választásom, mint azt a belső hangot követni, ami valójában már gyerekként megszólított engem, mert olyan 8 éves lehettem, mikor a hentes apámnak a műhelyébe bementem. Hentes. Igen, egy káromkodó hentes. Igen. Hogy felültem a húsos ládák tetejére, és kijelentettem, hogy apám, én író leszek. És ez a 190 centi, 130 kilós nagy ember nem nevetett ki, nem mondta azt, hogy jó leszel te ide a boltba, meg mész kapálni, meg hát amit a korosztályom szüleitől hallottam a 80-as években, hanem az apám azt mondta, hogy kislányom, hogyha te író akarsz lenni, és valóban ez a küldetésed, akkor az leszel, csak azért nagyon keményen meg kell dolgoznod, és azt az álmot, ami benned kialakul, azt nem szabad elengedned. Mert hogyha elengeded, akkor az olyan, mint a papírsárkány, hogy elszáll. Na most én ezt az álmot dédelgettem, és annyira furcsa, hogy az életem egyik legnagyobb katarzisa az az apám elvesztése volt 2011-ben. És amikor megkérdeztem tőle az utolsó óráiban, hogy mi lesz velem most, ha meghalsz, és azt mondta, hogy semmi, most leszel író. Most vedd elő azt a kis vöröshajú szeplős kislányt, aki ott ült a ládákon, és azt mondta, hogy írni fog. És az apám azt is mondta, hogy ő valójában soha nem volt az apám, mert ő csak kölcsön kapott engem a jó Istentől. És a búcsú mondata az úgy hangzott, hogy visszaadlak annak, aki mindig voltál, és mostantól kezdve a jó Isten lesz az apád. És ez tényleg így történt, mert az apám halála után, amikor az első sokból felébredtem, akkor éjszaka újra szólt az a hang, ami 8 évesen kihozta belőlem ezt a mondatot, hogy író leszek. És emlékszem, hogy felkeltem az ágyból, és annyira tudtam, hogy mit kell csinálnom. Bementem a kis dolgozó sarkomba, és kinyitottam a laptopot, és elkezdtem írni. És hát kiről is írtam volna meg az első könyvemet, hogyha nem az apámnak az életét. Annak a nagyon ellentmondásos embernek az életét. A káromkodó hentesét, aki mindig az igazságért harcolt, és soha nem tagadta meg a hitét, hiába volt 2-szer börtönben politikai elítéltként, hiába kínozták az Andrássy út 60-ban, hiába küldték 10 év munkaszolgálatra, de 11 évet volt, mert amikor 10 év után jelezték neki az elvtársak, hogy vége, akkor azt mondta, hogy neki csak a jó Isten parancsol, az elvtársak nem fogják megmondani, hogy mikor van vége, tehát még ráhúz egy évet. Szóval ez az ember, akinek volt 3 felesége, és a saját bevallása szerint a nőket maga mellett mindig megcsalta,
de az Istent és a hazáját soha. És ez a káronkodó hentes a maga ellentmondásával nincs olyan képem róla, hogy ha este bementem hozzá, és égett a villany, akkor nem az ágyban ült, elbóbiskolva, a szemüveg lecsúszva az orrán, és a rózsafüzér ott volt a kezében. Azt gondolom, ennél nagyobb hit nem kell. Ennél nagyobb mély gyökér nem kell. Az, hogy valaki ember legyen, és ne a pátoszokba fulladjon bele, vagy pátoszokról beszéljen, és pátoszokról írjon. És mivel én ennek a hentesnek a lánya vagyok, ezért én úgy tudom ápolni az ő emlékét, hogy ugyanolyan vagyok, mint ő. Csak nem iszom, nem nőzöm, vagy... De az értékeim, az alapértékek, az értékrendem az ugyanaz. És pontosan ez jön ki az összes regényemből. Mondom, az első az ő élete, aztán a második, harmadik regényem, amiben feldolgozom végülis Magyarországnak a történetét 1945 és 56 között, illetve 56 és 80 között. És azt mutatom be egy fiktív női főszereplőn szemén keresztül, egy Antónia nevezetű nő keresztül, aki valójában a magyar nemzet, hogyha élt volna, akkor mi mindenem ment volna keresztül. Az, hogy azért, mert ő Horthy Miklós testőrparancsnokának a lánya volt, hogy ezért az apját megölik a nácik. Aztán utána a nagyszüleit azért ölik meg, mert ráfogják, hogy a fiúk, vagyis Antónia apja náci volt. Be akarom mutatni, hogy már akkor is Magyarország társadalmi megítélése, vagy a társadalmi megosztottsága mennyire mély volt. Az, hogy nem az értékeket nézték a döntéshozók, nem az alapján hoztak vádakat, akár halálos ítéleteket, hogy amögött ott van az igazság, vagy sem. Az, hogy már akkor is le lehetett embereket 24 órán belül gyilkolni, akár a karakterüket, vagy akár szószoros értelemben elvenni az életüket. De hogy ez a nő, ez az Antónia, ez mindig áll. Ez... Elment a hang? Nincsen hang? Tessék? Akkor ez is. Tehát, hogy az ő élete, hallanak? Igen. Hogy az ő élete a hite miatt az áll. Hogy mindent el tudnak tőle venni. El tudják venni a szüleinek az életét, a nagyszüleinek az életét. Végignézi azt, hogy hogyan kínozzák halálra, vagy törik meg testileg, lelkileg a barátait, a közelebbi hozzátartozóit, hogy azokat az apácákat és papokat, akik között él, hogy hogyan kerülnek börtönbe, hogyan éli át a háborúban azt, hogy megerőszakolják, hogyan éli meg a teljes vagyonelkobzást, a kitelepítést, hogyan éli meg az 50-es években a szerzeteseknek a megkurcoltatását, a rendeknek a feloszlatását. Mindent és mindenkit elveszít az életében, de az Isten az ott van mellette. És nincs olyan író, aki valamilyen szinten nem írja bele magát a regényében. Antónia személyében, a lelki állapotában egy az egyben ott vagyok én, mert Antónia mindig elégedetlen a jelenben, Antónia mindig sajnálja magát a jelenben, és mindig azon gondolkodik, hogy hogyan éli túl. De mégsem jut el mondjuk az öngyilkosság gondolatáig, mégsem jut el addig a pillanatig, hogy meghazudtolja önmagát, a neveltetését és az értékrendjét, és utólag ugyanúgy rájön, ahogy én, hogy az Isten az mindig ott van mellette. De ugyanígy a kém történeteimben. Én több mint 10 évig dolgoztam külföldön, nemzetközi sajtóban és politika közelében. Azt szoktam mondani, hogy amit én nem láttam, az nem történt meg. Én tudom, milyen az, amikor a hatalom, a pénz kifordítja az embert önmagából. Milyen az, amikor eladja magát bármiért és bárkiért, csak azért, hogy rangot és posztokat és hatalmat, illetve pénzt kapjon. De akinek nincsen
tartása, akinek nincsen erkölcsi tartása, akinek nincsen hite, akinek nincs kivel veszekednie, akinek nincs a láthatatlannal lehetősége veszekednie, az elbukik. És a kémregényeknek is valójában itt nem a történet a lényeg, hanem a lelki változás, hogy létezik-e olyan, hogy jó ember és rossz ember. Olyan érdekes, hogy Böte Csaba testvérrel voltam Erdélyben pár hete egy körúton, a kongresszust népszerűsítettük, és ő kimondta azt a választ, amin én gondolkodtam évekkel ezelőtt, amikor az Ingeborg című kém regényt írtam meg. A kérdésem az úgy fogalmazódott meg magamban, hogy létezik-e az, hogy valaki jónak születik, vagy gonosznak? Létezik-e az, hogy az a nő, az Ingeborg, aki a velejéig gonosz, az egész a történetem végéig, hogy a gonosz nő meg tud-e térni? Az, hogy a halála pillanatában meghallja az Istennek a szavát. És én egy utópiát állítottam fel a múltnak, a jelennek, illetve a jövőnek, hogy én nem akarom elhinni azt, hogy azért, mert valaki gonosz, akkor az gonoszan is hal meg. Nem akarom elhinni azt, hogy ott a halál pillanatában, amikor az ember fél, akkor az Isten nem öleli át, és ő azt nem érzi meg. És Csaba testvért egy valakivel beszélgetett, és azt mondta ott mellettem, hogy nincs olyan, hogy valaki jónak születik, vagy rossznak. Minden emberben benne van a jó, és mindenkiben benne van a rossz. Csak mivel szabad akaratunk van, mi döntjük el azt, hogy melyiket választjuk, és melyiknek adunk nagyobb teret. És amikor azt mondják, hogy az Isten nagyon sokszor az emberek nyelvén szól hozzánk a lehető legváratlanabb pillanatban, Csaba testvérnek a szavai ugyanígy ütött szíven, szerintem meg is állt egy-két másodpercre, mert egy számomra hiteles pap mondta ki azt a nagy igazságot, amit én tudatalatt, még ott Bécsben, 2017-ben egy regény formájában megírtam. Hogy a világ nem fehér és nem fekete, nincsen ilyen, hogy jó és rossz, és ne ítélkezzünk és ne bélyegezzünk, mert az elpusztítja a társadalmat és elpusztítja a világot. De a hitet azt nem tudja megölni, csak nagyon háttérbe tudja tolni, és nagyon-nagyon nehéz megtalálni. És apámnak igaza volt, mert én ott elveszítettem, de helyette kaptam egy sokkal nagyobb kincset, egy sokkal nagyobb erőt, egy kislánynak az álmának a megvalósítását. És azt, hogy éjszaka, amikor írok, akkor érzem, hogy azt a kezet valaki vezeti. És egy utolsó gondolat ehhez a körhöz, egy személyes történetet szeretnék önökkel megosztani, hogy 2010-ben az utolsó karácsonyt töltöttem az apámmal, és tudtam, hogy nincs tovább. Hogy már nincs értelme alkudozni az Istennel. Hogy még egy hónap, még kettő, még három, vagy egy év, vagy kettő, mert az a test menni akar, az a test az szó szerint elrohad. És azon gondolkodtam, hogy mit adjak az apámnak az utolsó karácsonyra. Olyan ajándékot, amit hazavihet. Ő így mondta, így készült a halálra, hogy hazamegyek. És tudtam, hogy már nincs szüksége zoknira, meg béres csepre, meg nem tudom milyen állóalvera csodaszerekre, hanem a lelkének kell adnom valamit, nem a rothadó testnek, hanem az örökké élő léleknek. És ezért írtam neki egy mesét. Egy rövid mesét egy emberről, és az az ember az ő volt. És én biztosítottam őt arról, hogy az az álom, amit ő kergetett, azt és utolérte, és magához emelte, és továbbadta, azt mi megőrizzük, és értjük az üzenetét. És menjen nyugodtan, mert
őrizni fogjuk az álmait, az értékrendjét, és szolgálni fogjuk az Istent és a hazát. És ha majd unokáink, dédunokáink felnőnek, akkor majd ők folytatják azt a mesét, hogy volt egyszer egy ember, és ez az ember volt a dédapánk és az ükapánk. És az apám, aki mindig beszélt, akkor nem tudott megszólalni. Nem jött ki egy hang se a torkán, csak fogta a kezemet, és sírt, és éreztem, ahogy a könnyei ráhullanak a kezemre, és én, aki hangsúlyozom, soha nem tudom kezelni a jelen pillanatokat, zavarban voltam, és ott próbáltam kirántani a kezéből a kezemet, mert nem szoktam ehhez hozzá, hogy az apám sír. És csak utólag, évekkel később, egy éjszaka, amikor pontot tettem a harmadik regényemnek az utolsó szavára, akkor bevillant ez a kéz, amire ráhullottak a apámnak a könnyei. És ott fogtam fel, hogy valójában engem akkor ott áldottak meg. Ott adott áldást arra, hogy menjek el Ninivébe. És ha odaérek Ninivébe, akkor az az üzenet, amit Jónásnak el kellett mondani, azt én is el fogom tudni mondani. És az olvasóim érteni fogják az üzeneteimet, azt, amiről már a mai kor nem nagyon beszél, hogy őriznünk kell a múltat, és szükség van a kiengesztelődésre, és hogy valójában minek és kinek van hatalma, és nem biztos, hogy annak, aki gondolja magáról, vagy aminek látszik, vagy el akarják hitetni velünk. Szükség van az áldásokra, mert mondom, az a kéz, amit akkor ott könnyek borítottak, az a kéz egy áldott kéz, mert az ír, és az hallja meg a múltnak a néma sikolyát, amit nekünk, a mi generációnknak, illetve a következő generációnak kell helyrehozni, mert ez a mi sorsunk és a küldetésünk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nehéz ezután egy ennél jóval profánabb világba áttérnünk, de ezt most meg kell tennem. Robi, mint előadó művész, kérdezlek téged, hogy ugye amikor a hitedről tanúságot teszel, akkor szerintem egy keresztény közegbe és helyén, amit mondok, könnyű ezt megtenni. De hogyan néz ez ki abban a világban, amit mi az Instagramon, a hírekből ismerünk, ami tényleg egy szó szerint profánabb világ, ahol úgy tűnik, hogy a hit nincsen jelen. Tehát, hogy a te személyes életedben, tehát amikor akár egy előbb említett hozzászólásodnál mondtad, hogy akár úgy ébred fel valaki egy koncert után, hogy nem tudja, hogy milyen nap van. Ott hogy tudod elmondani azt, hogy én el szeretnék menni misére? Fölállok. Megyünk Ninivébe. Hát egy zenésznek a helyzet az következő. Én is azt vallottam, hogy mindenek ellen tudok állni, kivéve a kísértésnek. De mert nálunk sok lány van a színpadon, meg színpadon kívül, a rajongóink azok általában lányok, úgyhogy hogy nekünk egy kicsit nehezebb, és éppen ezért viszont konkrétan ki kell mondani azt, hogy nem, soha. József Attila mondta azt, hogy nem, soha. Trianonra. Csak azért mondom, egy nagy kommunista költő azt mondta, hogy nem, soha, mondta Trianonra. Jó, szóval egy művésznek azért nehéz, mert ha olyan korú, mint én, akkor az első sikereit, mint magán zenekar, az Ergo tánczenekarnak az első évében, ezt mostanában fölrém lett bennem, és elmondtam többször is,
A koncert után mindig az ember odafordul a közönséghez, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, dicsőség Istennek, áldott legyen az Úr, hogy ilyen sok szép embert elhozott, és így tapsoltatok, és hogy szeretet volt 2 óráig ebben az zaklatott Magyarországban. Hát ezt köszönjük a Jóistennek. És aztán a 80-as években egy ilyen Ori országos rendezőirodának volt egy ilyen nagy busza, elnézést, hogy áttalálok, volt egy nagy busza, amivel mindig egy pár ilyen úgynevezett ilyen ellenőrző ember velünk jött a zenekarral, és az mindig bemutatkozott, hogy én jövök a zenekarral, jó napot kívánok, Bulányi György vagyok, és akkor én fogom vezetni az egész koncertet. És a koncert után, mikor ezt bemondtuk, tényleg brutális sikerek voltak, most a 80-as évekre beszélek, és akkor odaült melléim a buszban ez az ember, aki tudtunk, hogy valamikori AVH-s, de hát oda tették, és azt mondta, hogy Robikám, ez nagyon-nagyon-nagyon király volt, óriási volt, minden jó. Egyet azért hagyj kérjek, nem lehetne a végén kihagyni azt, hogy a jó, azt az Isten dolgot, ezt nem lehetne kihagyni. Mondom, tesókám, mindent ki lehet hagyni, bármelyik számot, de ezt nem. És akkor én úgy gondoltam, hogy ez nagy bátorság. De azt is gondoltam, hogy a volt gyerekkoromban az, hogy miért ne féljek. Azért nem félek, mert a Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem ti választottatok engem, én titeket. Na, ha ez így van, hogy Jézus választott engem valamire, egy kis szócsőnek választott, akkor bátran lehet szemtelenkedni, és ebben én kérkedtem egy kicsikét. És olyan jó volt, hogy na mindegy. Sok egyébként nem, figyeljetek el, hogy zenészekre, bizzenészekre, popzenészekre mindenféle gondolnak, és ráfröccsentetek egy csomó dolgot. Hát a Zsufa Tündével most egy kicsikét szembeállok versus Szikora Róbert, hogy van rossz és van jó, vagy nincs rossz és nincs jó, ezt mondtad. De igen, van jó és van rossz. És persze nem predesztinációképpen, de van ilyen. Ha Jézus Krisztus követjük, akkor pontosan tudjuk, hogy mi a jó. És azt nem keverjük össze a rosszal. Drágám, nem támadtalak meg. Jó, szóval nagyon, ezt csak azt akartam mondani, hogy ha külön-külön a zenészekkel, énekesekkel, akiket ismernek önök, de soha nem merték megvallani hitüket, higgyék el, hogy a művészek között talán azért, mert szenzibilisek, érzékenyebbek a világ felé. Gyakorlatilag mindenkiben benne van a Jóistennek az, hogy szeretnék ők megtanulni, hogy kell szeretni Istent. Karinti Frigyes azt mondta, hogy próbáltalak, de nem méltatott rá az Úr, hogy higgyem. Nem méltatott rá az Úr, hogy higgyem. És ez sok-sok zenész, ezek mindig gondolják. Én pedig mindegyiknek elmondtam, hogy figyelj, ne csinálj mást. Csak egyszer, mikor senki nem lát, menj be egy templomba. Hála Istennek, Magyarországon, Budapesten még azért nyitva vannak a templomok. Egyszer, mikor senki nem lát, térdelj le, és vald meg, mondd meg azt, hogy én vagyok Pataki Attila, vagy én vagyok valaki. Itt vagyok, Uram, csinálj velem, amit akarsz, csak szólíts meg. És akkor én követlek téged. Szóval nagyon nagy példák vannak, és ha 4 szem közt beszélünk ezekkel a figurákkal, a nagy sztárokkal, akkor mindegyikben meglátjuk a Krisztus hitet. Az, hogy őt jó hinni, Jézust jó szeretni. Egyszerűen nem lehet máshogy élni. Ha nincs hinterland, ha nincs háttér, Krisztus vagy a család, akkor semmi nincs. Mindig meg szokták kérdezni, hogy neked, én már 45 éve házas vagyok, 45 éve. Akkor vettem el a kis feleségemet, amikor éppen 18 éves volt, és lecsaptam. És mindig megkérdeztek, hogy de hát annyi nővel vagy körülvéve, meg mit tudom én, hogy nem volt se olyan, hogy... És akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy én abban a korban nőttem fel, mikor még szegény volt Magyarország, és akkor mindent megcsináltak az emberek, megjavítottak. Hát aztán rájöttem, hogy a házasságokat is meg kell javítani. Nem kell lecserélni és kidobni. Megjavítjuk. Na hát ennyi volt Szikora Róbert most. Azt hiszem, nem kell itt senkit sem elszomorítanom abból a szempontból, hogy a
mai világ számtalan sebbel, problémával küszködik, és Csaba atyának van egy nagyon eredeti gyógyszere erre, és én, ahogy ismerem, Csaba testvér nem fogja feladni azt a gondolatot, hogy az egyházban legyen ünnepe a kis Jézusnak. Csaba testvér, most is említetted, de itt szervezés és egyéb okokból most nem hoztad be magaddal, de az autóban itt van veled a kis Jézus, amit mindenhová viszel. Miért találtad meg ezt az orvosságot, és miért hiszel abban, hogy ez gyógyszer lehet a mai magyar társadalomban? Nekem Jézus valóban valóságos személy, tehát nem csak a történelmi Jézus, hanem hiszem és vallom, hogy ugye, hogy ahogy 2000 évvel ezelőtt Mária igényére Isten emberé lett, megtestesült, ugyanúgy például a Szentmisében, a mi igenünkre, akik elmenünk a templomba, hát ugyanaz az Isten megtestesül eukarisztiá, oltári szentségként közénk jön. Tehát, hogy reális személy. És ez az Isten ugye azt mondta, hogy például börtönben voltam, és meglátogattatok. És ez olyan nagy élmény nekem, hogy üldöztetek, ugye, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Tehát Jézus Krisztus azonosítsa magát a rabokkal, az üldözött keresztényekkel, de aki egyet is befogad a legkisebbek közül, az engem fogad be. Jézus azonosítsa magát a gyerekekkel is. Tehát én számomra azért Jézus tényleg egy olyan személy, akit át lehet ölelni, akit meg lehet fogni, aki ugye azt mondja, hogy atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodok. Tehát ugye többször elmondtam, hogy Európában 500 millió ember nem olyan rég volt a választás, egymásnak feszült. És ugye mondtak egyet, mást, mindenki kampányolt, jobbra-balra, aztán megvoltak a választások, nem mindenkinek tetszettek a végeredmények, volt ott anyázás is, de nem folyt vér. Ez óriási dolog, hogy 500 millió ember jövőjét valamilyen szinten meg tudja beszélni. Elég sokan elmondják a véleményüket, pártokot szerveznek, erőviszonyokat próbálnak megváltoztatni, és nem hal meg senki. És ha valaki erre azt mondaná, hogy ez a keresztény Európában, hát ez nem nagy dolog, az mondanám annak, hogy menjen el Erdogan úrhoz Isztambulba, és magyarázza meg, hogy a kurd politika lehet-e más. Nem? Vagy menjen el akár Pekingbe, az se egy keresztény ország, és mondja el, hogy az ujgorokkal kapcsolatosan neki van néhány meglátása, ötlete. Nem tudom, hosszan tudná-e mondani a mondatát. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus valóban 2000 éve itt, a mi térségünkben dolgozik. És nem hiába hangzott el annyi prédikáció, annyi, mit tudom én, imádság, mert valóban Európát, igen, a mi térségünket, kereszténység átjárta. És nem értek egyet Gandhi, valaki azt mondotta, hogy hát olyan a keresztény, mint a folyóban a kő, kiveszed, eltöröd, száraz belül. Nem. Itt aki nincs megkeresztelve, aki templomba sose jár, az is valamilyen szinten keresztény. Tehát igenis én ebben a világot formáló Jézus Krisztusban tényleg hiszek. És hát ugye ő számomra valóságos személy, és úgy érzem, hogy ma is vannak neki ötletei, rajtunk keresztül is szeretné ezt a világot szebbé tenni, és meg vagyok győződve, hogy Jézusnak ez a vidám, optimista arc, ami egy gyermek arc, hát jó lenne, hogyha, hogy mondjam, gyakrabban megjelenne előttünk. Mert valóság az, hogy Jézus szenvedett is, meg mondott nagyon bős dolgokat is, de számomra az is valóság, hogy odaállt az anyukájával, és azt mondja, anyu, nem engedsz kijátszani a fiúkkal. A nagy Isten. Szaladt elő, ipi apacs, kis Jézus, ki vagy ütve, nem? A csuda enné meg. Következőben én kaplak el téged. Tehát, hogy mondjam, nekem nagyon szimpatikus ez az Isten arc. És aki tényleg meri felvállalni ezt a világot,
meri, hogy mondjam, elindítani a világ megváltásának a nagy művét. Én örömmel hordom a habitusomat, és vagyok Jézus Krisztusnak követője, és meg vagyok győződve, hogy nem a külsőségeket nézi Jézus, hanem a lényeget. Ugye ő párbeszédre való készséget, de a szolidaritást, ugye? Nemrég láttam egy balesetet, pillanatok alatt ott volt egy csomó orvos, tűzoltó, rendőr, szakember, hogy mondjam, azt is kivágták az autóból, aki okozta a balesetet, ellátták minden. Miért? Azért, mert 2000 évvel ezelőtt Jézus meghirdette a szeretet parancsát, amit talán úgy nevezünk ma, hogy adó, meg közbiztosság, meg közegészségügy, meg közvilágítás, meg ilyen nevei vannak ma a szeretetnek. És Kongóba jártam, de Szíriában ugyanez van, el tudom mondani, hogy például Kongóban a nuncius úrnak a palotája körül több szöges drót van, meg ilyesmi, mint a balassa gyarmati fegyház körül. Na, miért? Ott a nincs 112, hogy a bajban van a nuncius, ő felhívjon valakit. Vagy megvédi magát, vagy annyi neki, nem? Tehát ez jelenti keresztény Európába élni. És aki azt mondja, ez nem lényeges, hát az akkor azt mondom, hogy menjen el ide-oda, ne szafarira, ami jól meg van szervezve, hanem csak úgy Egyiptomba egyet menjen el, sétáljon kint a keresztény negyedbe, meg ilyen helyeken. Igen. Tehát én azt gondolom, igen, Jézus Krisztus tényleg meghalt értünk, tényleg ma is él, dolgozik velünk, általunk, és sokkal jobb fej, vidámabb, mint ahogy nagyon sokszor mi papok őt lerajzoljuk. Sajnos az egyházunkkal szemben van egy ilyen kritikám, hogy ugye Jézus korában a zsidók fontosnak látták azt a mentábós, kaporbós, mindenből tízedet adni, és aki azt nem csinálja, az nem jó zsidó. Jézus nagyon keresztül lépett rajtuk. A mai világban is sokszor ilyen külső dolgokban mérjük, hogy jó keresztény-e a világ, vagy nem. Rossz májúan szoktam mondogatni, hogy a szűzanya egyetlen rózsafűzért sem mondott el, sőt, még májusi litánián se vett részt, és mégis mennek királynő asszonya lett. Tehát nem ezek a külső dolgok a legis legfontosabbak, hanem a lényeg az, hogy szeressük egymást, hogy jókedvű testvérekként együtt vagyunk, hogy dolgainkat megbeszéljük együtt, és közösen döntünk. Na, valahol ez az az eszme, amit Krisztus közénk hozott. És én hiszem, hogy igenis, van jövője. Tehát én egy olyan Istent én nem tudok elfogadni, aki odaállított mindannyiunkat, hogy mondjuk nap, mint nap a mi atyánkba, jöjjön el a te országod, de ez csak egy utópia. Tehát én hiszem, hogy igenis Isten országa el fog jönni. És ezért érdemes dolgozni és küzdeni. És azt is hiszem, hogy ezek a fiúk, akik ugye reverendát vesznek magukra, és tényleg vállalják, mint a katona, a csatát és a küzdelmet, és ott az ütnek is, meg kapunk is. Tehát hogy mondjam, azok Jézus Krisztusnak a szeretetére, jutalmára számíthatnak. Megéri, jó vásárt csináltak, fiúk. Jó helyt vagytok! Ha újra kezdhetném az életemet, vagy mondjuk lenne két kívánságom, tehát nem három, csak kettő, egyébként most pont beletrafáltál, akkor, hogy én mit kívánnék, tehát hogy hova pörgetném vissza az időt, és mit csinálnék másképpen, vagy mit szeretnék másképpen megélni, akkor pont ez a két szituáció, amit most az István említett. Az egyik kívánságom az lenne, hogy úgy szeretnék kamasz lenni, úgy szeretnék fiatal lány lenni, úgy szeretnék fiatal lányból úgy átmenni nőbe, ahogy az lenni szokott. Szeretném, ha átélném ott 16 évesen az első szerelmet, hogy átélném azt, hogy milyen az, amikor egy fiú egy 16 éves lánynak, vagy egy 17 éves lánynak megfogja először a kezét, megcsókolja, elviszi színházba, vagy moziba, és nagyokat sétálnak. Ez lenne az egyik kívánságom, mert ez nekem nem adatott meg. Helyette
ott voltak a haldoklók, ott voltak a felnyaksebészet rémképei. Egyébként ezt vallom, hogy ez a lehető legrosszabb osztály, ami létezik, mert ha valakinek levágják a lábát, azt akkor betakarják, és nem látom. Valakinek megműtik a hasát, vagy kivezetik a beleit, letakarják, nem látom. Viszont egy felnyaksebészeten, akinek kiveszik a nyelvét, meg kiveszik a hangszálait, és ott van egy luk a torkán, azt nem tudják letakarni, mert különben megfullad. És én ezt láttam, és így éltem, és én ahelyett, hogy én fiúkkal randevúztam volna, én szó szerint a halál szagával, meg a halál szemével néztem szembe, meg éreztem mindent. De mondom, az életösztön nagy volt bennem, és az apámnak a hihetetlen akarata és hite, hogy egy nap, amikor az orvos megmondta a szüleimnek, hogy itt a vége, és kezdjenek el búcsúzni tőlem, mert nem fognak tudni meggyógyítani, akkor az apám odaállt az ágyam szélére, nem hazudtolta meg önmagát, és azt mondta, hogy na figyelj, Tüncsi, azt mondta az orvos, hogy meg fogsz halni, de hát ez biztos, hogy nem így van, mert én ezt lepaktáltam az Istennel, hogy te maradsz. De ehhez rád is szükségem van, és most kezdj el imádkozni. És akkor elhangzik a szájából az a mondat, ami végig kíséri az életemet, és az úgy szól, hogy ne félj, csak higgy. Szerintem fogalma se volt, hogy ez melyik újszövetségi részlet. Azt tudta, hogy Jézus mondta, de hogy hol, azt nem, mert nem is ez a lényeg. De én valahogy kijöttem ebből a betegségből, és ha csodáról kell beszélni, akkor én tudok. És ugye van ez a nagyon szép mondat, hogy a hit az mindig megelőzi a csodát. Engem csoda ért, vagy a csoda miatt vagyok életben, és én akkor minden nap imádkoztam. És az az ellenállás, ami bennem volt gyerekkoromban, az ott elmúlt. És én akkor kapaszkodtam bele először az Isten kezébe. De aztán, mikor már kezdtem jól lenni, akkor újra elengedtem. Mert szintén megint okosabb voltam. Robi, te egy egészen váratlan vállalkozásba kezdtél. Itt próbáltuk lejátszani, illetve majd a beszélgetés végén még megpróbálkozunk ezzel. Ugye egy új területre léptél be. Ugye tőled általában könnyű zenei számokat ismerünk, ott szoktunk meg téged, és most mégis egy nagy fába vágtad a fejszédet, írtál Szent Erzsébetről zenét. Ha szabad így fogalmazni. Igen, ez a legérdekesebb, ez a gondviselés. A gondviselés ott kezdődik, vagy nem tudom, hogy hol kezdődik a gondviselés, de az biztos, hogy van gondviselés, aki viseli a gondunkat. Milyen szép ez a magyar szó, igaz? Szóval minden popzene költő, meg író, meg minden számot az életemben én írtam, a zenét, meg a szöveget, és aztán úgy hozta a Jóisten, hogy elő is énekeljem. És aztán egyszer gondolta, és minden lemezen volt egy pici kis ilyen szösszenet, egy ilyen röpima, amit mindig úgy félre toltak az emberek a nagy lemezeken, és akkor én azt gondoltam, hogy én nem írok többet ilyet a slágerlemezekre, mert egy hölgy nekem azt mondta, figyelj, amit Jézus mondott, és most ezt értsük jól, ne dobjátok a gyöngyöket a disznók elé. És ezek olyan gyöngyök voltak a szívemből, hogy azt gondoltam, hogy nem fogom slágerlemezekre rátenni. De akkor meg hogy? Hogy mutassam meg azt, hogy az Isten szeretet ott van a szívemben is, és hogy mondjam el mindenkinek, hogy Isten nagyon szeret, Jézus Krisztus nagyon szeret. És akkor azt gondoltam, hogy írok egy musicalt. Kettőre megkértek, az olyan könnyű volt, egy Katona dolog című musical és a Macskafogó. Ez nagyon ment, de azt gondoltam, hogy egy igazi sajátot, Szent Erzsébetről,
Hát ez felháborító, mondom magamnak, hogy Magyarország egyik legnagyobb szentjéről azt gondolják Európában, hogy ez valami német, valami germán. Mert türingiai Szent Erzsébet van minden szentképre ráírva, amit a germánok nyomtak. És akkor azt gondoltam, hogy Szent Erzsébet amúgy is annyira mai szent, házasságban élt, gyerekek voltak, és hát hogy mit csinált, hogy legyünk már büszkék erre a magyarok, hogy és most itt lesz az Eucharisztikus Kongresszus, hát mutassuk fel ezt a Szent Erzsébet történetet egy avatott, én úgy gondolom, hogy egy avatott zeneszerző vagyok, hogy én és 15 éve írom ezt. És most gondoltam, hogy bemutatjuk. És milyen érdekes, és nem véletlen, én nem szeretem azt a szót, hogy véletlen, mert véletlen a hülyék Isten, azt tudjuk. Tehát minden véletlen mögött a Jóisten ott áll. És ez a kis tündelány fölhívott a születésnapomon december 16-án, vagy a menedzsmentemet, hogy szeretne velem beszélni. Hogy esetleg hogy csatlakoznék én ebbe a dologba, hogy eucharisztikus év. És nem is ismertük egymást. És akkor azt mondtam, hogy boldogan szolgálatba állok, hiszen ez egy inkább kitüntetés, vagy egy érgalom az Úrtól, hogy meg tudok nyilvánulni. És elmondtam a tündének, hogy van egy ilyen darab, hogy Szent Erzsébet musical, és ez milyen szépen, tehát hogy persze, én eljövök beszélni, meg hitet adok mindenről, megvallom az igazán a hitemet, de azért, tehát hogy azt gondoltam, hogy Messi, a futballista, nagyon jó, hogy elmondja, leül a tévébe, és elmondja, hogy ő is szereti Isten, de hát mindenki azt várja igazán, hogy végén dekázó hármat, nem? Szóval, hogy tőlem is talán azt várnak a legjobban, hogy bemutassak valami zenét, és így dicsérjem a Jóistent. Úgyhogy most itt valami elkezdődött, hát ezt is rábízzuk a Jóistennek az irgalmára, hogy ha lesz belőle valami, akkor lesz belőle valami, akkor jó lesz. De az a legérdekesebb az, vagy számomra, hogy ez megy a legnehezebben. Bármit csinálok a könnyű zenében, és most tényleg nem vagánykodásképpen, de amit én nem értem el, olyan nincs. Tehát mindenkire amerikai díjak, külföldi díjak, minden. Tehát ami az így hozzányúlk és popzene, az sikeres. De miért nem tud ez? Tehát 15 éve próbálkozom. Mindenki mondja, kaparja a fejét, hogy szóval, hogy most nincs úgy öltözve, hogy most. De hát én itt tartok, és még egy dolgot, és ezzel azt gondolom, hogy én be is zárnám a magam részéről, hogy egyszer Jézus Krisztusnak egy olyan mondata, igéje, szíven talált, és azt mondta az Úr, és ezt én magamévá tettem, aki megvall engem az emberek előtt, az én is megvallom mennyei atyám előtt. De aki szégyel engem az emberek előtt, azt majd én is szégyelni fogom. Hát én nem szeretném, hogy engem szégyeljen Jézus az atya előtt, úgyhogy mindjárt és mindig megvallom őt. Robi, mint egy toronyóra annyira pontos vagy, és mondtad, hogy részedről ennyi, mert pont a beszélgetésre szánt időnknek a végére értünk, de mégis azért a beszélgetésünknek az apropója az a nagy ünnep, ami itt előkészítés alatt van, és szeptember 13-a és 20-a között lesz az Esztergom Budapesti Főegyház megyében Budapesten. Egy gyors kérdést és egy gyors választ a végére. Mit vártok az Eucharisztikus Kongresszustól? Hát, én már rengeteg mindent mondtam ezzel kapcsolatosan. Minden évben, szeptemberben eljönnek Dévára a motorosok, tanévkezdés, az 15-e körül szokott lenni. 4-500 motoros jön, bőgnek a motorok, adjunk kakaót adnak a tanévkezdésnek. Veni Sanctének, az legyen ott erő is, lóerő is, meg minden. És hát ugye az úgy szokott lenni, bejönnek a templomba, egyet imádkozunk, nem tudom miféle. Ők általában elénekelik a micimackót, mi meg valami vallásosabb dolgot. Na de jól el vagyunk, és utána a gyerekeket elviszik a városba, egy körbe motorozni, és hát ez egy nagy élmény a gyerekeknek. És akkor
jöttek, hogy az idén itt leszünk Budapesten, mert mi vagy, hát, vagy 7-800 gyerekkel szeretnénk eljönni egy vonattal. Volt olyan naív a bíboros úr, hogy meghívos, meg azt mondta, a vonatot is kifizeti, úgyhogy most aztán máskor ilyen nagy lelki ne legyen, vagy jobban gondolja meg. Na, és akkor mi eljövünk, és akkor tényleg mi lesz a motorosokkal, és akkor annyira tetszik nekem, mert úgy felhívtam Pündit, hogy te, hát nem lehetne itt Budapesten motoros találkozó, és az a nagy körmenet előtt, amikor lejönéz az égből a Jóisten, jé, itt van a kínai nagyfaj, na az a nagy az fény. Az a mainstream, ezt én mondom. Igen, az a nagy, hogy is hívják, az a budapesti eukarisztikus találkozó, hát hogy legyen előtte ottan, hogy felvezesse azt a gyalogos menetet, hát legalább egy 1500-2000 motoros, hogy hát zúgjon Budapest, hogy ott a fülüket kaparja az embereknek. És egyből igen mondtak rá, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy ennyi vagánság van a szervezőkbe, és én remélem, hogy tényleg valami emlékezetes tudunk csinálni. Emeljük a tétet. Tehát mindenki gondoljon azon, hogy tényleg hogy tudna ott legalább egy millió ember összegyűlni, hogy tudnánk megszólítani akár mindenkit Kárpát-medencébe, hogy tényleg, na, Csíksomjai Szűző, a búcsú nem attól szép, hogy szépeket prédikál a pap, mert legtöbbször nem is emlékszünk, hogy mit mondott, hanem arra, hogy itt vagyunk 500 ezeren, nem? Annak egy súlya van. És azt gondolom, ez az eukarisztikus találkozó, hát ez, hogy mondjam, az lenne jó, hogyha tényleg részt vennénk, tömegesen részt vennénk, és tényleg az a hét, hát az oltári szentség ünnepe lenne. Hát ezért nem csak imádkozni akarok, hanem dolgozni is. Én azzal zárom, amivel kezdtem, hogy nekem most is van egy álmom. Tehát nem csak a 8 éves kislánynak volt, hanem most is kapaszkodom valamibe, amit nem tudok elengedni. És az egy kép. Ezért szóltam Csaba testvérnek, hogy ne lőjem már le a poénomat, az az én történetem, hogy, mint említettem, én hosszú-hosszú évekig a nemzetközi sajtóban dolgoztam. És tudom, hogy milyen Magyarországnak a megítélése a világban. Ez egy külön történetet megér, de a lényeg az, hogy nem pozitív. És mindig akkor kerültünk a nemzetközi sajtó címlapjára, amikor Magyarországot le lehetett járatni, vagy színi lehetett. És volt egy gyönyörű kép, már nem tudom, hogy hányban, amikor volt az internet adó, amikor be akarták vezetni az internet adót, biztos emlékeznek rá, hogy hirtelen mindenki, mikor rájött, hogy az internetért fizetni kell, akkor össze tudtak fogni az emberek, és a telefonjukkal mentek át a hídon, és világítottak. És egyébként ez egy álomszép kép volt, csak hát tüntetés. Na mindegy, ezt hozta a világ sajtó Amerikától kezdve, Németország, Ausztria, Franciaország, a briteknél. És ezt a képet se tudom felejteni, és mivel én tudom, hogy dolgozik a nemzetközi sajtó, és én a saját fegyverükkel szeretném őket legyőzni, mert ha ők engem kitanítottak, akkor meg tudom mutatni, hogy én ezt most visszájára tudom fordítani, de el szeretném érni azt, hogy Magyarország szeptember 13 és 20-a között szintén a világ sajtó címlapja legyen, és újra tömeget lássanak, és újra világítsanak, de nem a telefonok, hanem a fáklyák, vagy azok a kis gyertyák, amit a Kossuth tértől szeptember 19-én, a Kossuth téri Szentmise után elindulunk a Hősök terére, és az álomkép az, hogy olyan tömeg legyen, hogy a Kossuth téren a tömeg vége már ne is tudjon elindulni, mert beragadt. És szeretném, hogyha ezt a fotót nem légi felvétellel csinálnák meg, hanem az oroszok az űrből. És ne csak a kínai fal látszódjék, hanem az, hogy Magyarország világít. És hiszem azt, hogy Pió atyának a jóslata most megvalósulhat, hogy ebből a kalitkából, ebből a csodálatos országból
most kirepülhet az az aranymadár, ami világítani fog és világítani. És szükségünk van a tömeg erejére, szükségünk van a tapsra, szükségünk van az imára, ami nem csak megduplázódik, hanem meg sokszorozódik. És ha már tömegről beszélek, akkor hadd említsem meg önöknek április 4-ét, ami ugye nem egy pozitív dátum számunkra magyaroknak, de én hiszek abban, hogy most 2020-ban történelmet tudunk írni. Történelmet tudunk írni a világsajtóban, az, hogy Trianonra 100 évre megadjuk a választ, hogy minket nem tudtak szétszedni, és akik szét akartak szedni, azok már csak a történelem könyvekben vannak. Nem léteznek a nagyhatalmak, nem létezik a Szovjetunió, nem létezik Csehszlovákia, nem létezik Jugoszlávia, mehetünk vissza a történelemben, nem léteznek az oszmánok, nem léteznek a tatárok, de mi még mindig itt vagyunk. És hiszek az erőnkben, és az, hogy április 4-én is történelmet tudunk írni, és felül tudjuk írni azt a szörnyű dátumot, és az, hogy ott a Pap László sportarénában kétszer is meg tudjuk tölteni a helyszínt, 2x10 000 ember, és tényleg Európa legnagyobb pasiójátékát be tudjuk mutatni a világnak. Az, hogy 2020 önkéntes ott lesz, szerepel, és ez a pasió, ez a kongresszusnak az előrendezvénye is, és akik ott lesznek a sportarénában, vagy a Pap Lászlóban, az már egy icipici erőfitoktatás és a jövőre mutatás szeptemberre, hogy értsék, hogy mire gondolok, hogy azt a bizonyos kis kalitkát, vagy nagy kalitkát ott április 4-én nyissuk meg, és az aranymadár szálljon fel szeptember 13-án. Nekem sokkal egyszerűbb történetem van, hogy mit várok a kongresszustól. Európa ébredését várom. Az, hogy fölébredjen Európa, mert azt hiszem mindenki tudja, hogy milyen bajban van Európa, úgyhogy onnan kezdődik, azt hiszem, hogy nem írták be az alapkartába azt, hogy keresztény gyökerű Európa. Hát innentől kezdve én úgy éreztem, hogy a Jóisten levette így a kezét, akkor akkor csináljátok ti. És azt gondolom, hogy egy nagyon nagy ébredés lehetséges Európa felé, persze a világ felé is, de Európa felé, mert nagy bajban vagyunk, és ez az ébredés, ez Budapestről indul, ez a nagy euharisztia, a nagy hálaadás. Mert hogy kinek másnak, mint az izanya országának kell megmutatni azt, hogy ébredjetek fel, Európa. Úgyhogy várjuk a Szűzanyát, az ő segítségét, várjuk a Szentléleknek az eljövetelét, hogy egy igazi nagy hálát tudjunk adni a Szent Háromság egy Istennek. Dicsőség az Úrnak! Három közcélú hirdetést szeretnék mindenkivel megosztani. Az első az úgy szól, hogy a régi otthonomban, az Alma Máteremben, a Ferences templomban, ott minden második héten, kedden este 6:30-tól a Szentségimádás iskolájának van folytatása, úgy hívják, hogy a Szeretet iskolája, és erre mindenkit várnak a következő alkalomra, március 3-án, kedden este 6:30-tól. A következő, az a sorrendben a második ilyen beszélgetős alkalmunk, amire a kongresszusra készülünk, az itt lesz ugyancsak a Szent Adalbert központban, be lehet írni a naptárakba, március 18-án, ugyancsak este 6 órakor fogunk kezdeni, és a vendégeink akkor Fodor Réka és Csókai András orvos professzor lesz. Ugye arról a misszióról fognak beszélni, amit ők akár Afrikában, akár Ázsiában végeznek. Amikor bejött mindenki, akkor majdnem biztos, hogy találkozott itt tőlem bal oldalra egy asztallal a folyosón, azon van egy átlátszó adománygyűjtő doboz, hogy a mai estéért nem kértünk semmiféle belépő díjat, de ha valaki úgy érzi, hogy szeretné segíteni Csaba atyának a szolgálatát, akkor ezt megteheti, mert mindaz, ami abba a dobozba bekerül, az mind az utolsó fillérig Csaba atyához és az ő gyermekeihez fog
eljutni. Köszönjük szépen a nagylelkű támogatásokat. Egy történettel hadd zárjam én is röviden a ma estét, méghozzá azzal, hogy egy kicsit modoros voltam, most ezt be kell, hogy valljam, Szikora Robi egy olyan kéréssel élt, hogy egy talpas keresztet állítsunk ide középre a beszélgetésünknél, és bevallom őszintén, hogy tényleg modoros voltam, mert nem nagyon értettem, hogy ennek most milyen helye lesz itt köztünk, de aztán neki lett igaza, ha szabad így fogalmaznom, és volt plébánoson vigyázó Miklós jutott eszembe, aki egyszer egy táborban, ott az eukarisztia volt az oltáron, azt kérte, hogy fogjuk meg egymás kezét, voltak közöttünk bőséggel gyerekek, és azt mondta, hogy akkor most lépjünk egyel közelebb, aztán azt kérte, hogy lépjünk még egyel közelebb az Úr Jézushoz, aztán ugyanezt megkérte, hogy tegyük meg hátra menetbe is egy-egy lépést hátratéve, és megkérdezte a gyerekeket, hogy mi történt itt valójában. És akkor a gyerekek nagyon szépen elmondták, hogy amikor közelebb léptünk egymás kezét fogva az Úristenhez, akkor bizony egymáshoz is közelebb léptünk, és amikor egymáshoz közelebb léptünk, Istenhez is közelebb léptünk, és amikor meg hátra léptünk, akkor ugyanez megtörtént, csak negatív vonatkozásban. Tehát amikor egymástól eltávolodtunk, az Istentől is eltávolodtunk. Én hiszem azt, hogy itt az Úr Jézussal a középpontba sikerült felé közösen, így lelkiekben megfogva egymás kezét egy lépéssel közelebb kerülnünk, és hiszem azt, hogy egymáshoz is, és akkor találkozzunk a következő alkalmon március 18-án, illetve szeptember 13-a és 20-a között a nemzetközi, és április 4-én is természetesen, meg még lesznek alkalmak a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson. Most pedig hát nem maradt más hátra számomra, mint hogy a Szent Adalbert központ nevében megköszönjem, és magam nevében Zsuffa Tündének, írónak, hogy itt volt ma este velünk, Szikora Róbert előadó művésznek, és Böjte Csaba szerzetesnek, és Csaba atya javaslatára most közösen álljunk fel, és mondjunk el egy mi atyánkat. Azért, hogy az eukarisztikus kongresszus tényleg nagyon jó sikerüljön, hogy valóban ez a hitünket, Isten iránti szeretetünket, egymás iránti ragaszkodásunkat ki tudjuk így közösen fejezni, ezért Jézus Krisztus szavaival most így imádkozunk. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.